És közben itt van velünk Illés Boglárka, ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért felelős helyettes államtitkár. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Köszönjük. Mert hogy az önkéntes munkáról fogunk beszélgetni, ugye 50 óra ledolgozása kötelező például az érettségihez, de ha jól tudom, most egy kutatásba is belekezdenek majd, mert azt próbálják felmérni, hogy mennyire vagyunk vevőkkel, vagy egyáltalán mennyire vagyunk önkénteskedők. A munka helyett talán azt a szót használnám, hogy közösségi szolgálat, hiszen ez egy szolgálat, és így is hívják, hogy iskolai közösségi szolgálat. 2016 óta minden érettségiző diák számára mondhatnánk, hogy kötelező, de azt látjuk, hogy a diákok ezt szívesen csinálják, szívesen vállalják. 50 óra közösségi szolgálatot kell teljesíteniük ahhoz, hogy az érettségit is utána sikeresen tudják teljesíteni. Hogyha megkérdezzük az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetet, akkor ők azt mondják, hogy évente ez mintegy 95 ezer diák. Hoppá, egyébként tőlünk nyugatabbra és északabbra ennek nagy hagyományai vannak, hogy a diákokat belevonják különböző önkéntes munkákba. Talán itt az idő, hogy itt Magyarországon is lépjünk ebbe az irányba. Azt hiszem ez volt a kiinduló pont, ugye? Pontosan így van, és azt látjuk, hogy évről évre egyre többen önkénteskednek. Rengeteg kutatást végzünk, vannak 2011-es adataink, vannak 2013-as adataink. Azt látjuk, hogy a felnőtt lakosságnak, tehát a 18 éven felül lakosságnak több mint a harmada az, aki rendszeresen önkéntes tevékenységet végez, és ahogy önök is mondták, kell lehet mondani, hogy nincs olyan magyar állampolgár, aki valamilyen önkéntes tevékenységet ne végzett volna valaha a szabad idejében. Mint a Tomival a bevezetőben még arról beszélgettünk, hogy adni jó, ezt ugye ismerjük ezt a szlogent, de hogy tényleg, tehát hogy nem csak annak, akinek segítünk, hanem nekünk is. Ezt mennyire igazolják vissza egyébként így akár a kutatások, hogy azok a fiatalok, akik már így elindultak ebben a programban és önkénteskedtek, tehát hogy máshogy gondolkodnak bizonyos kérdésekben, empatikusabbak lesznek, vagy van-e valami visszaigazol ez? Ezt a kutatásaink teljes mértékben visszaigazolják, hiszen az önkéntesség az fejleszt az együttműködési készséget, hajlandóságot, társas kompetenciákat, ugyanakkor a társadalmi felelősségvállalást is, de ezek azonban mind az önkéntességnek a klasszikus fogalomrendszeréhez tartoznak. Most már azt is elmondhatjuk, hogy az önkéntesség az sok esetben a munkaerőpiacnak az előszobája, hiszen olyan képességekre is szert tudnak tenni a fiatalok az önkéntes tevékenység során, amelyet utána a későbbiekben is tudnak kamatoztatni. Mit értünk ez alatt? Akár a kapcsolatteremtés képessége, de ugyanígy a döntéshozatal képessége, a felelős döntéshozatal és felelősségvállalás képessége, hiszen ezek olyan dolgok, amelyekre a későbbiek során is szükségük van, és ezt az önkéntesség során rendkívüli módon meg lehet tapasztalni. Kicsit bontsuk már ki ezt az önkéntesség fogalmát, tehát mi az, amire szükség van, mi az, amiben lehet önkénteskedni. Mi ugye beszéltünk róla, hogy mesét olvastunk, én ételt osztottam, segítettünk szemetet szedni, és hasonló projektekben vettünk részt, de mire van igazából szükség? Minden területen lehet önkénteskedni, a környezetvédelem területén, oktatás területén, kultúra területén, de akár az egészségügy területén is, vagy a baleset megelőzés, vagy egészségvédelem területén is. Tehát azt lehet mondani, hogy számos olyan pont és terület van, ahol lehet önkénteskedni, és a közösségi szolgálatot is most már 8 területen lehet elvégezni. Ehhez tartozhat adott esetben az idősügyi gondozás is, és ezen keresztül a generációk közötti együttműködés előtt tudjuk segíteni. Ja, van annyi szabadsága a diákoknak, hogy ők is választhatják tulajdonképpen azt a területet, vagy kereshetik, ahol szeretnének segíteni. Na, mi a favorit ebben? Tehát, hogy hol segítenek a legtöbbek? Mi az a legkedveltebb terület? Nagyon sok ilyen terület van, azt látjuk, hogy például az idősügyi gondozás területén is egyre több diák és egyre több fiatal önkénteskedik, valamint van egy honlapunk is, az önkéntes.gov.hu oldal, ahova az önkéntes szervezetek is tudnak regisztrálni, és azok is, akik önkénteskedni szeretnének, elmondhatjuk, hogy szinte állandóan van 1000 olyan lehetőség, amelyben az önkénteskedni vágyó ki tudják próbálni magukat, és ezen az oldalon le lehet szűrni akár önkéntes területre, szakterületre, hogy milyen területen szeretnének, vagy helyszínre is. És adott esetben melyik megyében szeretnének önkénteskedni. Nagyon-nagyon sok olyan terület van, amelyek egyre népszerűbbek. Mi az, amit fel kellene még hozni a területek közül, ahova nagyobb szükség lenne önkéntesekre, de mondjuk kevésbé, vagy nem tudom, van-e egyáltalán ilyen? Vannak olyan területek, amelyek hiány szakmának minősülnek, ilyen például a védőnői terület, vagy ilyen például akár az egészségügy területén, akár a baleset védelem területén. Elindítottunk egy programot, ennek a neve önkéntesség személyre szabva, és ebben a program
programban 40 szervezetet tudtunk támogatni. A 40 szervezet azt vállalta, hogy mintegy 4000 fiatalt fognak bevonni ebbe a programba, akár fél éven vagy egy éven keresztül önkénteskedhetnek a fiatalok, 18-21 éves fiatalokról van szó, akik már úgy látjuk, vagy úgy látják, hogy a középiskolás éveiket elvégezték, azonban még keresik az útjukat, és nem tudják, hogy milyen felsőfokú tanulmányokat folytassanak, ők vehetnek részt ebben a programban, és a katasztrófavédelem területéről, vagy akár a szeretett szolgálatok területéről is voltak jelentkezőink. Ugye azt szokták mondani, hogy az önkéntesség az abszolút ingyenes, az a jó szívből adódik, de hát pont ezek a fiatalok, akiknek aztán tényleg nincs semmi a zsebükben, és mégis vállalják az önkéntes munkát? Abszolút vállalják, az önkéntesség definícióhoz hozzá tartozik, hogy anyagi ellenszolgáltatás nélkül kell végezni ezt a tevékenységet, és mégis az önkéntesség az egy óriási erőforrása a magyar társadalomnak is, hiszen a GDP-nek mintegy 1%-át termelik meg az önkéntesek. Azt is elmondhatjuk, hogy ezt munkaórára fordítjuk, akkor mintegy 60 milliárd forint értéket termelnek az önkéntesek, és ezt anyagi ellenszolgáltatás nélkül. Akár még azt is mondhatjuk, hogy szükség van rá. Abszolút szükség van rá. No, és most még belekezdenek majd egy kutatásba, ennek mikor lesz meg az eredménye, amiből ki fog majd derülni, hogy vajon ez a tendencia ez továbbra is marad így, vagy pedig változik? 5 évente végzünk nagymintás kutatásokat. A nagymintás kutatás azt jelenti, hogy 2000 főt kérdezünk meg a magyar lakosság köréből az önkéntességgel kapcsolatban. Mind a lakossági önkéntességet vizsgáljuk, és mind az önkéntes szervezeteket is, hogy ők milyen kihívásokkal szembesülnek, vagy melyek azok a területek, ahol szívesen önkénteskednének. December 5-e az önkéntesek világnapja, és mi azt szeretnénk, hogy a december 5-én ezt a kutatást már be is tudnánk mutatni, és a kutatás eredményeit is meg tudnánk mutatni. Jó munkát kívánunk ehhez is, meg az önkénteseknek is, aki ezen így van, és vegyenek minél többen részt a különböző programokban. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen!